Na hát, ha az imént az ízületi problémákról beszéltünk, azért ezeknek jelentős részét az is okozza, hogy egy idő után hát rakódnak föl a plusz kilók, és hát túlterheljük az ízületet, vagy a súlyunkkal, vagy esetleg a túlzottan intenzív mozgással. Mi ez ellen a megoldás? Mindjárt megtudjuk szakértő vendégünktől, Nátos Györgytől, aki most egy újfajta pozícióban itt a műsorra. Köszönöm. Jó reggelt! Tehát a túlzott mozgás az nem az én asztalom. Viszont az evés annál inkább a hobbiddá vált az elmúlt évtizedekben, nem? Úgy látszott is ez rajta, de most teljesen megváltoztál. Mennyit sikert le? Hála Istennek 20 kilóért 10 hónap alatt, de hát azért megvolt ennek az előzménye, hogy miért lettem túlsúlyos. Hát a Covid alatt szerintem mindenki zabált. Szórakozásból is ettünk. Meg azért este 6 utáni rozézás az se tett jót szerintem. De hála a Jóistennek, hát meg a feleségemnek, akinek az unszolására találtam egy olyan étrend kiegészítőt, amitől aztán ez tényleg nekem is látványosan elindult. Én soha nem szerettem igazából tükörben nézni mostanában. Soha nem álltam mérlegre. Feleségem erre is ránevelt, hogy minden nap állj mérlegre, nézd meg, hogy mennyi. Szembesüljünk a tényekkel. Igen, hát aztán igen. Végül is ebben a kis csodaszerben, amit most már én úgy fogalmazok, hogy egy súlycsökkentő mátrix, mert tényleg azt hiszem, hogy a legjobb dolgok vannak benne, amiben például van egy afrikai máj regeneráló. Hát ugyebár igencsak kellett a sok kocítás után. Aztán van egy mediterrán és trópusi növényekből álló olyan szer, ami kitisztítja például a bélrendszert. Nem maradnak rajta a felesleges dolgok. Mondjuk, hogy a zsír az valamilyen szempontból a mérgező anyagoknak is a hát hogy ne, ott marad vezege, velünk, és igen. Nem tudjuk kiüríteni. Bélseprőnek hívják ezt egyébként. Nagyon megtetszett a neve. És hát emellett én nagyon sok folyadékot iszom, naponta szerintem 4-5 liter vizet biztos, télen teát. Aztán még ami érdekesség, és nagyon tetszett nekem ebben a csodadobozban, amit megtaláltam, hogy volt benne egy olyan szer, amit annak idején Indiában az őslakosok csak rágcsáltak, és nem tudták, hogy mit okoz. Nos, ez például nekem, meg általában a többieknek is, akikkel beszéltem, a sós és az édes ízeket úgy nem kívánom tőle. Ez az esti nassolásnál fantasztikus, hogy nincs az, hogy oda nyúlok, és vagy egy kis ropi, vagy egy kis sajtos tallé, vagy csokoládé. A legtöbb 20 kalóriából jön össze. Ez is úgy elment, és helyett inkább megiszom a vizemet. Mennyi idő után kezdted érezni ennek a hatását? Mennyire gyorsan indult be? És a végén mindig mondják, hogy a vége a legnehezebb. Volt-e, hogy lelassult, vagy ugyanaz volt az üteme a fogyásnak? Én nekem az volt az érdekes, hogy gyorsult a dolog. Tehát lassan, nem indul könnyen. És az sem igaz, hogy hát sport nélkül lehet. Valamennyi mozgás muszáj. Én például az esti híradót, egy fél órát, azt mindig a szobabiciklin. Legjobb, de tényleg, ez sokat. Ő a biciklivel érkezik a híradóba, téged meg úgy néznek. Reggel este egy kis mozgás, igen, legjobb. Úgy indítani, és úgy is befejezni. Tehát a szinten tartáshoz is szeded? Igen. Reggel egyet, és este egyet. Egyébként Vertima neve, és nekem nagyon bevált. De hát tényleg látványosan. Ami drága, az új öltözékek, mert hát nem hordhatok ekkorát. Hát ez a legnagyobb probléma, viszont ha már drágaságról mondta, az embernek az aktivitása, a tetrekészség, és gondolom, hogy megnövekszik, tehát mondjuk több műsor, több munkát tudsz elvállalni, vagy esetleg érzed azt is kevésbé, hogy fáradékony, vagy tehát ilyen szempontból is van hatása? Hát ami az érdekes, hogy most amióta látják, hogy mit változtam, nagyon sok megkeresés van. Persze, hogy több munkát bírok. A térdeim rendbe jöttek, már majdnem bottal jártam. Ez a 2x-10 kiló szerintem nagyon sokat számít. És a másik az, hogy azok az emberek, akik körülvettek barátok, és nem érték meg ezt a 60 évet, amit én betöltöttem április végén, azok hiányoznak. Hát a Bajori mi, Gesztesi Karcsi, Boncz Géza barátom, édesapám 54,5 évesen halt meg 35 évvel ezelőtt. Hogyha ennyi kell, hogy ezt az ember megtartja, ezt a fajta fegyelmet, és ezt a kétszer-egyszer beveszem a kapszulát, akkor szerintem már hálát adhatunk. De az étkezésben nem volt olyan, hogy na, akkor most ezt nem lehetett, ilyen önsanyargatás része nem volt? Én nekem például elviszi a figyelmemet, hogyha ezt szedem, hogy beszedem, és akkor tudom, hogy most nem fogok enni, mert nem kell lennem, és egy ilyen önbizonyításom is van magam felé.
Mindenképpen egy pozitív jó dolog. Tényleg az van, hogy hát a tevékeny élet, az valahogy összefűnek a dolgok, tehát a súlyod kisebb, tevékenyebb vagy, a sok tevékenységgel elvond a figyelmet az evéstől, mint ahogy mondtad, a Covid alatt otthon ültünk, csak tévét néztünk mondjuk, és tétlenkedtünk, és akkor egy szórakoztató program is az, hogy sokan összejöttek, beszélgettünk a családdal, csak szűkebb körben, ugye nem nagy bulik nem voltak. De hogy ez biztos, hogy ez tud változtatni. És van olyan, akinek javasoltad így baráti ismerősi körben? Mert hogy mondtad, hogy negatív példák voltak. Facebookon is például nagyon sokan írtak rám. A kisebbik fiam, ő is hajlamos a hízásra, hát ő is már 32 éves. Ő is megfogadta a tanácsomat, és elment, és megvette, és ő is elkezdte. Uh-huh. Hát gratulálunk, ez mindenképpen egy óriási. Láttuk közben az elborzató képeket, vagy gondolom igen, a nézők is, ez azért bácsi, volt. Igen, akit sajnálunk. Hát ahhoz képest tényleg óriási a változás, és hát gratulálunk, hogy 60 év nagyon után köszönöm. Is frissen, fiatalosan üdvözöletünk. Hát meg köszönöm én ennek a csodaszernek, mert azért ez kellett hozzá. Hát az Györgynek köszönjük. Köszönjük szépen. Elmondani.